Úr kegyelme, megerősítette egy széket, és ül azon egy igaz bíró. A jogosság ismerője, a jogosság. Ül egy igaz bíró az ő neve Jézus, aki nem csak meghalsz, nem csak eltemettetett, hanem Isten feltámasztott Jézust a halálból És azzal, hogy Jézust feltámasztotta Isten a halálból, rehabilitálta őt. Isten ezzel megmutatta, hogy Jézus igaz. Nincs benne bűn. Tökéletes. És ezért tudsz te megigazolni. Ezért innen van az erőd. Meghalt a te bűneidért, és feltámasztotod, a te megigazulásodért, hogy igaz ember legyél. Nem kell bűnben élned. Egy új természet részese vagy. Ez a te örökséget. Ezt csinálta Jézus. Nem csak a kereszten történtek a dolgok. Utána, azóta nem fejeződött be. Miért örül az ellenség, ha csak azt mutatja a vallás, hogy a kereszten ott függ Jézus? Tudjátok, a keresztent Jézus az az átoknak a helye. A kereszt, minden szimbólum, aki hordja a keresztet, a kereszt az átoknak a szimbóluma. Az ítélet szimbóluma. Ezért nincs az imaházunkon kereszt. Lehet, hogy Kánóból is levesszük. Azt nem mit tettük föl. A kereszt valóban a keresztről való beszéd bolondság a világ számára, de nekünk, akik megtartotunk Isten ereje. De a kereszt a gyalázatnak a helye. A kereszt az ítéletnek a helye. A kereszt egy római kivégző eszköz. Olyan, mintha bárdot tartanál állandóan a szíveden, vagy a nyakadon, vagy a faladon. Vagy egy giotint. Mi nem ezt a Jézus Krisztust imádjuk, nem egy keresztet, egy feszületet, az a fantasztikus, nem is csak egy sírt, egy sírboltot, hanem azt a Jézus, aki meghalt. Nem is a kis, kis pólyás bébit a Betlehembe. Miért az ördög azt akarja, hogy maradjon Jézusom picike? Jaj, kis Jézuskám, drága Jézusom, így szeretlek, úgy szeretlek, és én kontrollállak. És azt tanítja a vallás, bizonyos vallás, hogy úgy juthatsz el a kis bébi Jézushoz, hogy az anyukáján keresztül. Ezért kihez kell imádkozni? Az anyukájához, Szűz Máriához. Szűz Mária, az ne imádkozz, mert bűn. Jézus már nem a kereszten van. A kereszt az ítéletnek a jele. A gyalázatnak a helye. Jézus Krisztus Istennek a fia most már fent ül a mennyben, a trónon az ő dicsőségébe. És a seregeknek az ura. És nem csak egy szegény, szerencsétlen, akit megfeszítettek, hanem Jézus Krisztus kijött, megjárta a poklot, kijött a pokolból. Isten feltámasztotta őt, bement a mennybe, és letette az ő vérét a mennyei oltárra. ezért te nem egy meggyalázott Jézusnak a fia vagy csak. Tudod, ki vagy? A feltámadott Jézus. Azért vagy te igaz. Ha csak a kereszten levő Jézus Krisztust imádnád, akkor egy szerencsétlen ember lennél. Nem tudnám megigazultságban élni. Mert akkor tudod, mi van? Elítélték, mert bűnös volt. Tudjátok, hogy honnan lehet tudni, hogy Jézus nem volt bűnös? A feltámadásból. Bárkit meg lehet, bárkit meg lehet vádolni. Fel lehet jelenteni az apeknél, fel lehet jelenteni a bíróságon, fel lehet jelenteni bárhol. Csak az nevet, aki utoljára nevet. Lehet, hogy egy hosszú procedúra, de az igazsága szabaddá fog tenni. Megismeritek az igazságot, nem a munka tesz szabaddá. Hitler azt írta fel, a munka szabaddá tesz. Koncentráció után. Miért? Mert sátannak az a terve, hogy a munka tegyen téged szabaddá. Hogy állandóan igába legyél benne. És az a ő terve, hogy ne legyen időd Istenre. Ez a modern multiknak, meg a többiknek a terve. Ez volt a babiloni kultus, ez volt az egyiptomi kultus. Egyiptomban tíznapos munkarend volt, Tíz napon keresztül dolgoztak, rabszolgák voltak. Volt ennivalójuk, volt innivalójuk, húsos fazék. Csak arra nem volt idő, hogy a hetedik napot az Úrnak a napját megszenteljék. Erre nem volt idő. És amikor Mózes elment, nem azt mondta, hogy engedd el az én népemet, és hagyd menjünk be a Kánán földjére. Nem ezt mondta. Tudjátok, mit mondott először Mózes? Engedd el a népet, hogy kimenjünk a pusztába, és ünnepet, ünnepeljünk az Úrnak. Ez, ez volt az első üzenete a fáró felé. Engedd meg, hogy végre az én népem szabad legyen, hogy tudja az ő Istenét imádni, és nem az egyiptomi isteneket, akik itt vannak, és nem azért, hogy a sírboltokat építsük meg, mert Istennek a népével tudjátok, mit csináltak. Sírboltot építetett a fáró az egész életébe a sírboltját építette meg. Ez voltam a terve, hogy adjon maga után valamit. Csak egy múmia van ott. Meg egy csomó démon. Én voltam ott. Büdös. Ez az igazság. Ma én napig nem tudják, hogy hozták oda a köveket. Okult módon. De van, ami áll. Tudjátok. A fáraók a pokolba vannak. Lesz majd ítéletük. De az Istenek a fiai, a szellemük, a lelkük az Úr jelenlétébe van. És ez a fantasztikus, hogy Jézus Krisztus, mikor meghalt, akkor azt olvashatjuk, elment a, pokolba, a tömlöcbe. És prédikált azoknak, akik ne engedetlenek voltak a Noé idejében, a Noé napjaiba. Tehát Jézus nem csak a kereszten meghalt, ez csak az első fázis. A következő, hogy lement a pokolba. Megjárt a poklot. Szállál a poklogra. Miért? Nem azért, hogy a pokolba éljen, hanem egészen a mennyből a pokoli kellett, végig járt az egészet. És a pokolba kihirdette. A halál angyalának és a pokol angyalának is ki lett hirdetve, hogy elvégeztetett. Hogy én vagyok a főnök. Jézus nem egy vesztesként ment le a pokolba. Sátán azt akarta, hogy vesztes maradjon, amikor meg lett feszítve, akkor alig várta, hogy Istennek a fia megszégyenüljön. Tudjátok, hogy sátán mit akar, hogy megszégyenüljél? Hogy Jézust elítélték, csupaszon ott függött az Istennek a fia, mesztelenül, meggyalázva, leköpködve, véresen, a leggonoszabb ítélkező, ítélettevő eszközzel. Mert amíg csak levágják a fejét, hirtelen meghal. De ott szenved egy csupaszon. ül. Látták a testét. Megvérve fagyva, a feje szétverve, a csontjai összetörve. A, a, a hús szafatok lógtak Jézusról, mert mikor rajta volt a palás, nem látták. De levették róla a ruhákat. Úgy tették fel a keresztre, ruha nélkül. Látszott minden! Látszottak a sebei. Látszott a vére. Szét volt verve. Egy bokszolónak csak az orcsontját tudják eltörni, vagy legfeljebb az arcsontját, vagy egy-egy bordáját. De Jézus szafatokba lógott. Az Isten fia. A démonok pedig rögtek. Sikerült! de nem tudták az Istennek a tervét. Mert Isten, mert, mert Jézus látta azokat, akik ezután fognak megtérni. Látta, hogy kikér fog megtérni. Látta, hogy most itt ülsz, most itt nézed ezt az Isten tiszteletet. Ő már látta, látta az ő testvéreit. A meghalt. Ő nem cél nélkül halt meg. Nem véletlen volt. Ő letette az életét. Letette az életét, te érted, meg én értem. Az Istennek a fia. De nem maradt ott a sírba. Nem maradt ott a kereszten se elettemetve. El De egy fontos, hogy a teste nem látott rothadást. Ez a titok a feltámadásban, az csak egy egyik dolog, ha a szelleme kijött volna a pokolból, és megy a mennybe, de nem csak a szelleme, hanem a teste is. A teste átalakult, feltámad, és olyan teste lett, megdicsőült teste lett. Értitek? Egy olyan test, ami tudott átmenni a falon. Olyan test, ami, amiben nem volt már vér. Olyan test, ami nem hal, ami nem hal meg még egyszer. Értitek? Amit be tudott már fogadni a menny. Egy megdicsőült test. Mert Jézus a fizikális testébe, a földi testébe nem a megdicső testében nem tudott volna felmenni a mennybe, mert azt mondja a Biblia, hogy vér és test, test és vér nem örökli országát. Fizikai vér nincs a mennybe. Ezért kellett Jézusnak meghalni. Hogy a váltságot megszerezze. A megválta az azt jelenti, hogy kivásárolni valamit, kifizetni az árat. Ő egy tökéletes áldozat volt, egy tökéletes váltság, hogy a te bűneidért, betegségeidért, szegénységedért, szerencsétlenségedért, elutasítottságodért kifizes az árat. Ő, el... Ő bűnélet, hogy te igaz ember legyél. Ő szegényélet, hogy te gazdag legyél. Ez történt a keresztén. Egy csere. Ő elutasított lett, hogy te Isten elfogadjon tégedet. Ő beteg gélet, hogy te Isten egészségét hordoz magadba. Ez történt a keresztet. De itt még nincs vége. Ez még csak a kivásárlás. Ez azt jelenti, hogy egy rabszolgát kivásárolnak az ő rabszolgai pozíciójából. De ez még nem jelenti azt, hogy győztes életbe jár. Sokan itt tévesztik el. Eltéveszik, mert azt mondják, hogy nekem elég, ha megvan bocsájtva a bűnöm, és kész. De utána megint csak bűnözöl, meg megint csak bűnöző, és mindig Jézus Krisztusnak meg kellene halnia. Értitek? Minden nap, vagy neked. Vagy valamit, kéne valami áldozatot hozni, valami véres áldozatot, vagy valami, valami pénzt, vagy valamit, hogy megvásárod magad. De ez nem kell. Nem azért hozol áldozatot, hogy kivásárold a bűneidet. Az már van végezve. Ez a titok. És van egy másik fogalom, megigazultság. Ez szerint a megváltás. A megváltani azt jelenti, hogy van egy rabszolga, ez egy jogi fogalom. Vagy van egy zálog, vagy van valakinek egy adóssága. És kifizetik helyetted. És azt mondják, hogy eddig rabszolga voltál, és most már szabad leszel. De egy rabszolga megszokta a rabszolga életmódot, igaz? Megszokta a világ életmódot. Mit csinál? Rabszolga mentalitása él. A megváltás még nem elég. Itt jön a feltámadás ereje. A bűneid oda lettek szegezve a keresztfára. Az összes adós levelet. De ettől még nem tudsz Isten erejébe járni. Érted? Már nincs kárhoztatásod a régi bűnök miatt, de mi van az ezután elkövetettekkel? Mi van az ezután való élettel? És itt jön a titok. Hogy meghalt a te bűneidért, és feltámadt. Miért? A te megigazulásodért. Ez a titok a feltámadás. Azért kellett Jézusnak feltámadnia hogy Isten rehabilitálta és megmutatta, hogy igaz, Jézus Krisztus igaz, és a te ő igazsága neked számít be, és amikor te újjászületsz, akkor elfogadod ezt az új természetet, az isteni természetet, hogy nem csak ki van fizetve a bűne az át, hanem egy új életbe, egy új természetet, egy isteni természetnek a részesebb leszel, és tudsz erőbe járni a Szent Szellemán. Ezért fontos a vízkeresség. Ami nem a tessenjének a lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése. Mit csinál? Megtisztította a lelkiismeretet, ott, hogy tiszta lelkiismeret, és erőbe tudjál járni. Mert el vagy pecsételve neki. A szövetségnek a részese leszel. A megigazultság azt szerint, hogy te igaz vagy. Ez azt jelenti, hogy új természeted van. A el kapsz, ez nem azt jelenti, hogy megjavít tégedet. A tested még, a testedért ki van fizetve az ár, de a tested, ha összetörték a csontorat, és megtérsz, újjászul, ezt bemerítünk, hónap még mindig ott vannak a heggek. A görbe az orrod nem egyenesedik ki egy nap alatt. Kiegyenesed, tehát egyébként van, aki a bemerítéskor kap egy új orrot. Isten, a csodák Isten. Van neki a pipáját hagyta ott a bemerítő vízbe. Nézik, engedik le Debrecenbe a vizet. Hogy kerül ez a pipa ide? Aztán neki mondták a testvére, hát az a helyzet, pásztor úr, hogy öreg bácsi volt, hát az a helyzet, hogy nem tudtam megszabadulni, tőn, ott hagytam a vízbe. Ott hagyta. Becsempészte a fehér ruha alá. És amikor bemerítkezett, psss, az is ott maradt. A bagó. Majd a dohány. Ehhez volt hite. De neked nem kell a bagót ott hagynod a vízbe, mert a víz nélkül is szabad tudsz lenni tőle. De van egy titok a profétikus cselekedetben. Van titok abban, hogy szövetség. Ezért fontos, a megváltás, az a megtérés, a döntés, amikor elfogadom Krisztust, elfogadom a bűnbocsánatot, de ebbe a csomagba benne van nem csak a bűnbocsánat, még egyszer, benne van a gyógyulás, a szabadulás, az üdvösség, az élet, az áldás, a bővölködés, minden benne van. Sok vallás csak odáig jut el, hogy jó, megbocsájtottak a bűneit, és becsúszol a mennybe. De ha még egyszer elbuksz, nap, akkor már nem. Ha nem vetted fel ma a szellemi fegyverzetet, nem biztos, hogy bekerülsz a mennybe. Mert lehet, hogy ma is el fogsz bukni, mert nem eleget imádkoztál. Nem azért kerülsz a mennybe, mert annyit tettél érte. Ez már el van végezve. Ha elfogadod, a megváltás, hogy ki van fizetve a bűn, és te azt mondod, Uram, én urrát teszlek téged az én akkor tudod, mi történik? Egy csere történik. Egy hatalomváltás. Egy titok. Megvalod a száddal, a szíveddel elhiszed, a száddal megvalod, és elkezdenek megtörni azok, amiket megvallottál. Miért? Mert jogilag jogod lesz hozzá. Szellemjogilag. Ebbe az új életbe tudsz járni, csak meg kell szoknod, hogy a régi, a régi tekercset, a régi lemezt, ami ott volt benned, és abba éltél a rabszolga életmódból kigyere, és elkezd elhinni, hogy te a királynak a fia, és a lánya vagy, és papis vagy. Hogy van egy új természeted, akkor is, ha ugyanaz maradt a családom. A családom még a régi alkoristának lát, vagy a régi fafejű Tuskónak. A régi paráznának, ők nem felejtenek könnyen. Érdekes, Isten tud felejteni. Nem felejteni, eltörölni dolgokat. Tudjátok, van, akinek adóssága van, és bárlistára kerül. A bárlistáról nem törlik le a bárlistáról az adósságodat. Nem tudom, tudjátok ezt. Ameddig a banknak adós vagy, egyetlen egy forintalév, bárlistán marad valaki, és semmelyik bank nem ad neki hitelt. Nem vagy hitelképes. Kokong listára kerültél. Ha valaki viszont, ha kifizeti az adósságot valaki, akkor egy év múlva automatikusan törölik a bárlistát. Azaz, olyan leszel, mintha soha nem tartoztál volna, és nem leszel rossz adós. Törlik a rendszerből. De kell egy év hozzá. Istennél viszont van egy fantasztikus dolog. Nem kell hozzá egy évet várnod, hogy törölje a bűneidet. Nem kell egy évet várnod, hogy megigazult legyél hanem azonnal életbe lép, jogilag, a jogi státuszod. Ez a fantasztikus dolog. Ez a fantasztikus. Hogy ő nem nézi a múltadat. Azt mondod, Uram, itt vagyok, és elfogadom, ha azt mondja a Biblia, ha megvalljuk a bűneinket, hű is igaz, hogy megbocsássa a céltévesztéseinket. Nem az öröklött bűnöket, azért már Jézus meghalt, hanem amit most követszel emberek ellen. Érted? Amikor megtértél, azt szóval, mondod, Uram, ezt nagyon elrontottam. Megvallom a parázasságomat. Megvallom a hitetlenségemet. Megvallom, hogy ma Nem úgy beszéltem a férjemmel, a feleségemmel, hogy kellett volna. És nem kell ötvenszer megvallanod, elég egyszer. Ha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket. És megtisztítson minden hamiságtól. De most összevesztél a férjeddel, a feleségeddel, akkor azt mondja neked Isten, hogy új, de figyelj, úgy kirúglak téged. Menj vissza oda, ahova jöttél. Ma tízszer két év bocsánatot, most tizenegyszerre is jössz? Az a helyzet van, hogy igen. Szóval hányszor kell megbocsátani egy embernek hétszer? Azt mondja, hétszer, nem hogy hétszer, hétszer, hetven hétszer. Az azt jelenti, hogy ha jól emlékszem, minden három és fél percre jut, hogy megbocsájtás. Tudod, mit jelent ez? Elég kemény, nem? Gyereked rendetlen, és meg kell neki bocsájtani. Igaz? Mit tudsz csinálni? Tied. De egy fontos, amikor megigazulsz, azt tudod, mit jelent? Hogy Isten úgy tekint rád, mintha soha nem követtél volna Csak magadra is úgy kell tekinteni, mint hogy Isten tekint rád. Ez a nehéz. Mert az ember belenéz a tükörbe, és mondja a sátán, na, no, nézd meg, hogy nézel ki. Most nincs rajta púder, nincs rajta smink. Nézd meg, ott a te szégyened. Az úr meg mit mond? Úgy, ez jó képű vagy. Van pár ránc rajta, dicsőség az úrnak. Ősz a hajad, ó, oh, halleluja. halleluja. testem lesz. Hamarosan. Örök életem van, sátán tud meg. Ha meghalok, is élek. Nem félek a haláltól. Krisztus bennem a dicsőség reménysége. Amen. De még van egy jó érem. Van még terveit itt veletek az Úrnak. És a megigazultság ezt jelenti. Ez azt jelenti, kedveseim, hogy győztes életbe tudsz járni. Ezért kellett Jézus Krisztusnak feltámadni a halálból, hogy a feltámadásnak az ereje, ami amivel Isten feltámasztotta Jézust a halálból, ennek az, az ő ereje munkálkodik benned. Ezért tudsz győztes életet élni. A feltámadásnak az ereje által, amen. az által, ami akkor felszabadul, mint az atombomba, tudjátok, amikor detonál, amikor maghasadás van, ott egy erő szabadul fel, amen. ugyanilyen erős szabadult fel, amikor Jézus kijött a sírba, halleluja kapó, mana, Ez a húsvét üzenete, kedveseim. Nem a nyuszi tojás. Ez a húsvét üzenete, nem a Hogy a feltámadás ereje megeleveníti a te testedet, a te életedet, a házasságodat, a, a elhalt testrészeidet is. Zséka Padró a családodat is, jön Istennek az ereje, Rebe Serema, az, aki elmozdította a sír követ, a köd a síról. Zika Jöttek angyalok, jött egy angyal, Zsibró szannama. és így megpöckölt a követ. Odaibb ment. A római katonák ott álltak, nem kérek semmit, köszönöm menj a másik oldalra, a másik oldalra, úgy, úgy, úgy jobb lesz. Akkor nem takarod el. Jött a mi történt a következő? A ott voltak a római katonák. És majd berosáltak. Olyanok halottá váltak szinte. Annyira megijedtek, azt elfutottak. Miért? Mert megjelent egy angyal. Dik, hát ennyi volt. Egy angyaltól? Ha persze. Jön egy, gondoljatok, Isten dicsősége megjelenik ott. Jön egy angyal, és puff, elhengerít a követ. Ott vannak a katonák, a erősek. Látták Jézus keresztre, ott keresztre feszi. mindenki tud róla. Ott őrzik, ott vannak, se, ó, bátrak, erősek. Ma unták magukat. Egyszer csak. Nagy fényesség. Megjelenik egy angyal is. Zs a nagy kő, amit lepecsételtek, többen hengerítettek oda csak elhengeredik. És tudjátok, mit csinált az angyal? Szerintetek mit csinált? Mit csinált utána, amit elhengeredett a követ? Mit csinált? Ha? Mit csinált vele? Ráült. Ráült a kövre. Ott ült egy angyal a kövön. Ha? Na, azt próbáld meg utána visszahengeríteni. Aztán mentek, mentek, mentek az asszonyok. Nézték. Keresték, síratni akarták. Ó, a testét, menték a testért. Jézus, tudjátok miért fontos, hogy Jézus nincs a kereszten? Ezért bűn ábrázolni Jézus Krisztusnak a testét. Azt mondja, Istenek igéje, hogy semmit nem láttál a tűzben sem. Senki nem tudja, hogy Jézus hogy nézett ki. Isten sem mutatta meg magát, hogy hogy néz ki. Hogy ne tudják megábrázolni. Hogy ne egy szobrot, egy követ, vagy egy fát, vagy egy faragott dolgot imádjanak. Mert Isten ő szellem. Értetek, ő egy szellem. Mert az ember meg akarja alkotni magának, hogy hogy néz ki. Le akarja festeni. De ha többen, ha, ha, ha hallotok bizonyságokat, és valaki a mennybe is járt, vagy lát, volt a trónteremben, nem látta az atya arcát. Miért? Mert nem mutatja meg. Csak egy fényt lát. Még a lábát né, látja valaki, de az arcát nem. Ma meg tudnál formázni. És Isten nem enged, hogy megformázzák. Majd egyszer látni fogod. Elég legyen akkor. Ne akar túl hamar. De azzal, hogy Isten feltámasztott őt a halából, a megigazultságunkért, te neked és nekem van életem. És nem csak feltámasztotta, hanem Jézus felült a trónra. És azt mondja, hogy velük együtt benne ültettünk mi is a trónra. Hogyan? hogy Jézus felment a mennybe, de elküldte a Szent Szellemet a Földre. Itt van a Szent Szellem a Földön. Megtérni csak a Szent Szellem által lehet. Értitek? Megtérni hogyan tudsz? Úgy, hogy itt van a Szent Szellem, és kijelenti számod, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus, kicsoda az Atya, hogy milyen a menny, hogy tudod ezt? Azt mondja Jézus, én elküldöm, én jobb, helyen én elmegyek, de elküldöm a vigasztalót, a Szent Szellemet. A Szent Szellemet. És mit családba is? a Szent Szellemet. Látom. Elhoztad. Dicsőség az Úrnak. Itt van a család. Fiam, hallod? Jó helyen vagy. Uram, köszönöm neked a te erődet. Az Istenek az ereje. A gyógyító kenet is itt van a mai napon. A csodatevő Isten a Szent Szellem itt van. És amikor bejössz a folyóba, átalakul minden. Amikor a Szent Szellem, amikor a Szent szól hozzád, akkor megjön a hited. Meg kijelenti azt, hogy Isten minek mi a terve az életedben. A Szent Szellem által lett leírva a Biblia. A Szent Szellem által tudsz új nyelveken szólni. A Szent Szellem ajándéka a gyógyítás ajándéka. Értitek? A hit ajándék, a csodatévű erők. Ez mind a Szent Szellem ajándéka. Szent Szellem nélkül nem lehet élni. Lehet létezni, de nem élni. A sava borsa a kereszténységnek a Szent Szellem. Mert Jézus nem csak felment a mennybe, 50 nap múlva, pentekosztál, az azt jelenti 50. Innen vannak a pentekosztán, innen jön a pünkösd. A pünkösd az azt jelenti, hogy húsvét után 50 nap. Jött a szent. 40 napig a feltámadás után még Jézus nap itt volt a földön. 40 napon keresztül tanította a tanítványokat, velük töltött, és tudjátok, mire tanította meg a királyságnak a dolgaira. Isten királyságának a tanításra. Hogyan működik a mennynek a királysága? Hogyan működik a kormányzás, az uralkodás? Megtanította őket, hogy hogyan kormányozzanak. Hogyan épüljön fel az egyház. Milyen a menny? Azelőtt ő csinálta a dolgokat, és utána azt mondta a tanítványoknak, most fiúk, megtanítlak benneteket egy pár dologra, amit eddig még nem tudtatok. És 40 nap után felmentek a hegyre, és Jézus elragadhatott a mennybe, a megdicső testébe. És ott voltak az angyalok, és azt mondták, mit néztek? Ahogy elment, ő úgy fog visszajönni a dicsőség felhőibe. Azaz, jönni fog a bizonságok fellegeivel, angyalokkal együtt jön. Megjelenik a levegőjékbe, nem jön le a földre. A levegőikbe jön. És ekkor lesz az elragadtatás. És megjelenik, mint egy mágnes. Megjelenik maga az úr riadóval, arkangyal isteni harsonákkal. Leszáll a harmadik égből a mi égünkbe. És mi, akik a földön vagyunk és élünk, elragadtatunk. Átváltozik a mi testünk, megdicsőült testé. Azaz már nem lesz benne vér, nem lesz benne romlandóság, nem lesz benne eh, 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 szerencsétlenség, nem lesz benne görbeség, nem lesz benne csúfság ha és, akik pedig meghaltak, azok is fel fognak támadni. A testük is föltámad. És egy megdicsőült testük lesz. Mindenki, aki Krisztusba halt meg, annak a testük fel fog támadni. És együtt megyünk az Úrral. Ez lesz az első transport. Krisztpán így nevezett, Ez lesz az első transport. Ez lesz a következő egyház történelmi nagy esemény. És akik viszont itt maradnak, azoknak nagyon kemény életük lesz. Miért? Mert rájönnek arra, hogy lemaradtak. A családtagok, akinek annyit prédikáltál, és egyszer eltűnik az apa, az anya, vagy eltűnnek a testvérek, vagy eltűnsz te, és az apád itt marad, és az édesanyád. Nagyon kemény történet lenne ez. Mert ők akkor már csak akkor tudnak üdvözülni, ha mártír halált fognak halni, és szenvedés vár rájuk. Mert az antikrisztus ki fogja őket csinálni. Ha nem veszik fel az antikrisztus bélyegét, és nem mennek, nem mennek alá, nem kapják meg a beoltásukat, nem ilyen hétköznapi beoltásról lesz ott szó, abban már lesz egy pecsét. Egy chip vagy egy, egy olyan dolog, ami a bőre alá be lesz ültetve, És azzal tudnak csak fizetni, adni és venni. Nem lesz készpénz. Eltűnik a készpénz. Nem tudnak kereskedni az emberek, mert nem lesz készpénz. És aki ezt nem veszi föl, azt egy speciális karanténba fogják rakni, és üldözni fogják. És akkor az emberek azt kívánják, hogy hegyek esetek ránk. Keresik a halált, azt mondja, hogy az jelenések és nem találják. Kedvesem, erről muszáj beszélni, nem csak arról, hogy milyen happy Jézussal. Mert van ítélet is. Ez nem megfélemlítés, ez tény. Csak az emberek nem akarnak a rosszal szembesülni. Sátán nem egy gentleman. Nem úgy, hogy lejted a kardot, és ő, mint tudjátok, mint a, a löveri vágás, ki volt az a... Mit? A muskétás, a muskétás az. Felemelte és odaadta a kardot az ellenségnek is. Akkor még a... a guard. Nincs a guard. Ha valaki lejti a kardot, jön az ellenség, és leszúrja. És mocskosú becsapja. De Krisztus azért jött, hogy életed legyen is, hogy bővölködjél. Ő küldött neked angyalokat. Amen. Nem csak egyedül vagy. A legfontosabb, hogy a Szent Szellem benned él. Amen. Ha betöltek ezzel, a Szent Szellem ott van benned. Akármi van, a szellemedet nem lehet elpusztítani, érted? Benned van a bölcsesség. Ezért mérges sátán, és akkor elégered, ha egy keresztény ezt nem tudja. Ha nem tudja, hogy Krisztus benne él. Ha nem tudja, hogy benne lakik a bölcsesség, az erő, a hatalom, hogy nem tudja azt magáról, hogy ő megvan igazulva, akkor sátán örül. De aki tudja magáról, hogy megvan igazulva, Azulva, annak örök élete van, és sátánatól retteg. Ezért fricskázt tégedet, hogy megbetegedjél, hogy elbukjál, hogy beszennyezzen. De az nevet, aki az utoljára nevet. Neked már nincs veszteni valót, ha egyszer örök életed van. Érted? Lehet, hogy most vannak testi hibáid, már szeretném megszabadulni tőle. Tudod. És sokan meg is szabadulnak. De akármi van, uram, az első transportra akarok lenni. Addig pedig annyi embert fogunk megmenteni, akit meg tudunk. A, legtöbb, a legtöbbet, amit tehetünk, hogy meg, megmentjük az embereket a kárhozattól. Hogy hirdetjük az evangéliumot. De nem csak elég hirdetni, hanem tanítmánya kell őket tenni. Be kell őket hozni az egyházba. Be kell őket hozni Krisztus testébe. Értitek? Hogyha nem csak egy megszülünk egy csecsemőt, azt ott hagyjuk a párlagon. Kipotyán, nőjél föl. Van olyan erős csecsemő, ami felnő magától egyébként. Ilyen, de vannak inkubátoros csecsemők. Azokat is fel kell növesztenünk. Ezért van a gondozócsoport. Ezért van a lelki gondozás. És akkor meg ők is felnőnek eltelik pár év, olyan erőteljes hölgyek, férfiak lesznek, hogy fantasztikus. Észre se veszed, hogy inkubátorban nőtt fel. Az előtt kicsit satnyácska volt. De aztán felnőtt, olyan szép lett belőle. Értitek? Vannak ilyenek, akik úgy nőnek föl, hogy hát a keresztény életük is elég ilyen érdekes. Aztán bekerülnek jó legelőkre, úgy meghíznak. Szellemileg is. Kigömbölyödnek. És tudjátok mit? Nem elég csak megtelned szent szellemmel, hanem hírati fogod az evangéliumot. Bejönnek a gyerekek is, igaz?